Veretlenül áll az utánpótlás bajnokságban a Serdülő fiú kézilabda csapat. Múlt szerdán a Fehér Gyarmattal vívtak izgalmas mérkőzést a sportcsarnokban. A tabella a második helyén álló Füzesabonya közvetlenül mögötte tanyázó Fehér Gyarma csapatát fogadta a fiú Serdülő kézilabda bajnokság 9. fordulójában. A Füzesabonyiak 28-21-re győzték le a vendégegyüttest. Tamás Tamás edző hatalmas küzdelemkért értékelte a mérkőzést. A fiúk hajtottak az elejétől végéig, ezt kérem tőlük meccsről meccsre, amit tökéletesen teljesítettek. Azt mondom, hogy most hullámvölgy nem is volt a teljesítményünkben. Mindent megcsináltak a fiúk, amit kértem tőlük. A csapat jelenleg 16 ponttal az első helyet birtokolja. A bajnokság kezdetekor számtalan változás történt a csapatban az előző szezonhoz képest. A stabil kezdő csapatból kivált szinte mindenki, egyedül Halász Szabolcs maradt meg és Halász Róbert, a kapusunk. A többiek mind újonnan szerepelnek, eddig pihentetve voltak a kispadon, viszont most eljött az ő idejük, hogy igenis megmutassák, hogy mire képesek, és maximálisan nyújtják a remek teljesítményt. És mit vártok a zárásnál a bajnokság végén? A zárástól minimum azt, hogy ezt az eredményt megőrizzük, de még azért szomjazunk egy-két pontra a Kisvárda ellen. A tréner értékelte a bajnokság eddigi eredményeit. Sajnos egy vereségünk van a Kisvárda ellen, ott 5 góllal kaptunk ki, ott sérülésekkel bajlódtunk, nem is ment így a játék. Ez annak köszönhető, hogy sajnos nem is tudunk annyit edzeni, összesen 2 edzésünk van ezzel a korosztállyal, ami nem elég, úgy gondolom. Ahhoz képest hatalmas bravúr, hogy ezt az eredményt hozzák a fiúk. Már 4. éve szerepelünk a Serdülőbe, mi is úgy kezdtük természetesen, hogy szétvert minket mindenki, most már eljutottunk arra a szintre, hogy igenis fel tudjuk benni bárkivel a versenyt. Halász Szabolcs a 2. a bajnokság góllövő listáján testvérével Roberttel, osztopos tagjai a Serdülő csapatnak. A Fehér Gyarmat ellen a 2. játék részben Halász Szabolcs 10 gólig jutott, míg testvére Halász Róbert a kapuban magas százalékkal hatástalanította az ellenfél lövéseit. A mérkőzés elején kicsit bealudtunk, utána folyamatosan jöttünk fölfelé, elkezdtük dobálni a gólokat, igaz, sokat segített a tesóm is kapuban. A támadásban kicsit kapkodtunk, mikor megálltunk, kicsit lenyugodtunk, utána jöttek sorozatban a gólok. Milyen a csapatnak az összjátéka, hogyan működtök együtt? Igaz, nem sokat edzünk együtt, de akkor nagyon jól edzünk. Megvan az összhang mindenki között. A kezdő csapatunk az egy stabil keret. Igaz, vannak kisebbek, őket is szeretjük támogatni, segíteni. Szabolcs elmondta, tervei vannak a kézilabdával, a későbbiekben szeretné nagyobb csapatokban is kipróbálni magát.